én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amalekiták előre nyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek
Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére. Józsué úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Húrral fölment a domb tetejére, ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt, ezért egy követ odavitték és ráültették, Áron és Húr pedig a karját tartotta. Egyik az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Így karja kitárva maradt nap százáig, Józsué pedig kard érre hányta az amalekitákat és a hadi népüket. Ez az Isten igéje. Köszönöm, kedves testvérek!
Jézus furcsa és egyáltalán nem költői kérdése az evangélium végén, csak az a kérdés, hogy amikor az emberfiú eljön, talál-e hitet a földön? Kissé cinikus válasz lehetne részünkről, ha azt mondanám, az attól függ, hogy mikor és hová jön el. Hiszen az emberiség története folyamán egyes korszakokban erősebb a kereszténység, míg más korszakokban halványabbnak tűnik. Hogyan viszonyulunk mégis mi a hithez? A mai evangéliumi történet nagyon kézzelfogható történettel modellezi a kitartó ima szükségességét. A pogány környezetben gyakran úgy gondolták, hogy az Isten szándékát meg lehet változtatni, befolyásolni lehet azzal, ha áldozatokkal, mint egy lefizetik őket, vagy imádságokkal kiengesztelik őket. Valójában az ószövetségi szentírásokban is találhatóak hasonló szempontok, annak ellenére, hogy az ószövetségi szentírás is általában tudja, hogy az Isten szándékát nem lehet megváltoztatni, az Isten szándéka már eleve az ember javára irányul. Az ószövetségi szentírásban az ima minden esetben az Isten iránti bizalom megnyilvánulása. A zsoltárokban számos esetben meglepő őszintességgel tárja föl a zsoltáros a saját érzéseit, gyakran vitatkozik az Istennel. És mindez annak a jele, hogy fontos és személyes kapcsolat áll fönn az Isten és az ember között. Hiszen akinek a véleménye nem érdekel, azzal nem állok le vitatkozni. Jézus egyrészt megőrzi az ószövetségi ima hagyományokat, másrészt megváltoztatja, imádkozni tanítja a követőket, és a mi atyánk egy olyan imává lesz, amely leginkább leírja Jézus gondolkodás módját az Istennel és az emberrel kapcsolatban. Senki más nem érezte annyira közel magához az Istent, mint ő. És az ima nem mágikus kísérletezés, amelyben az ember megpróbálja az Isten meghatározott magatartásra kényszeríteni, teljesítse a kívánságát. Mert így kifordulna mi atyánk kérése, legyen meg a te akaratod helyett, legyen meg az én akaratom. És aki így imádkozik, ha így imádkozunk, akkor a csalódás veszélyeivel is fönnáll, mert gyakran úgy tűnik, mintha az Isten süketlenül az ember kérésével szemben. Az imádságra imádságnak a műfaja, kitartó imádságnak a műfaja az
Hálát adjunk neki.
szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Krisztus csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, amely által választott nép, királyi magság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged hinnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Parancsára, és Isten
mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, és úgy minden gonosztól. Adj kegyesen még itt napjaimban, hogy irgalmattal mindenkor bűn és baj nélkül. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
Úr legyen veled.